Hello, sziasztok! A mai videóban a Facebook csoportokról lesz szó. Arról, hogy szerintem hogyan kéne működnie ennek az egésznek. Megpróbálom megfejteni, hogy mi az, ami miatt a legtöbb csoport egy ponton befutcsol, és mi az, ami miatt néhány csoportba imádunk járni, szeretjük egyáltalán, ami ott történik. Gyere, tarts velem, nézzük meg! Hogy én hogy látom ezt a kérdéskört. Tehát miért hozunk létre csoportot? Hát alapvetően két fő csapás irány van, mindig egyfajta tematika mentén. Az egyik oldalon Gipsz Jakab meg Gipsz Jolika úgy dönt, hogy akkor most ők egy valamilyen tematikára építve hozzanak létre egy ilyen non-profit csoportot. Egyszerűen szeretnék valahol megbeszélni az adott területtel kapcsolatos dolgaikat, ebből ők még pénzt nem szeretnének kivenni, talán majd a jövőben. Illetve a másik csapás irány az az, amikor üzleti vállalkozások, szakemberek, szakértők létrehoznak egy üzleti csoportot, saját ügyfeleiknek zárt csoportot, ami arról szól, hogy egy belső kommunikáció zajlon. Nekem mind a kettő van, mind a kettő nagyon szépen működik, tehát el tudom mondani, hogy igen, ez működhet is. De hol romlik el általában egy Facebook csoport? Én azt gondolom, hogy a Facebook csoportoknak mindig van egy fejlődési szakasza, aminek egy pontjáig kifejezetten érdekesek tudnak lenni az közönség számára, és egy ponton túl meg kifejezetten hátrányossá tudnak ezek válni. Ugye, hol kezdünk, létrehozunk egy csoportot, és nagyon szeretnénk, hogy legyenek tagok. Jön egy tag, 10 tag, 100 tag, őket még mint a hímes tojás így tutyújgatjuk, nem akarunk beszólni nekik, nagyon óvatosak vagyunk, inkább az adminok posztolnak sokat, mert még a kis 100 tag nem ért el a kritikus tömeget. Aztán, hogyha jól működik, jó a csoport, akkor elkezd növekedni. Lesz 100 tag, 1000, 5000, 10000. És azt vettem észre, hogy ahogyan nő a csoport létszáma, úgy nő általában az adminnak az egója is, és az önérzete, a csoportbeli önérzete nagyon durván kifejlődik. Tehát, amíg mondjuk így nagyon megértő és kedves volt 100 tagnál, általában mondjuk 5000 tagnál kifejezetten egy narcisztikus személyiségé válik, aki ezért nem igazán kap pénzt, de legalább egy csomó dolga van az adminságával. Ráadásul állandóan megismétlődnek ugyanazok a kérdések, ugye, ugyanazok a problémák, és már elege van, és megunja, és egy ponton elkezd leegyszerűsíteni, és az egyszerűsítéseknek a vége mindig az, hogy senki nem érti, hogy miért csinálja. Tehát ugye ez úgy kezdődik, hogy még a legelején megindokolta, hogy mit tudom én, miért töröl egy posztot. Aztán már csak egy fél indoklást ad, mondhatni két szót bebüfög. Aztán ponton már szó nélkül töröl, nem is érdekli az egész, mondván ugyan a férgese. És nyilvánvalóan a csoport identitását ez nagyon erősen meghatározza. És itt tud elromlani igazán egy csoport, hogyha nem tudják, hogy miért vannak ott, nem világos a csoport működése. Ugye, de mitől lehet jó, mi határozza meg a csoportot? Hát a legfontosabb az admin kötője, adminoknak az identitása, hogy ők milyen emberek, hogy ők milyen szakmai nívót képviselnek az adott területen, amiről a csoport szól. Maga az a tény, hogy az admin stresszes helyzetekben hogyan reagál. Az admin mennyire él vissza a saját jogkörével, a saját dolgaival, de erről majd még fogok beszélni. És itt bizony nagyon sokszor az adminság az, ami elbukik, és az adminok változásával változik a csoportnak az identitásra, ami meg kevésbé lesz élhető, és okozza azt egy ponton, hogy gyomorkörcsen remegve megyünk fel néha napján abba a csoportba, már kérdést sem merünk feltenni, mert megtámadnak, lesz egy-egy troll, és a admin meg beáll a trollok mellé, és ő is csak belém rúg egyet, és akkor én ezt nem akarom. Például most mondok egy példát, van egy csoportom, egy lakóparkos csoport, több jelen van, és alapvetően ott lett egy új admin. És az új adminnak elég érdekes meglátásai vannak a adminsággal, ugyanis egy napja volt admin, és több embert némított, illetve töröltetett, fenyegetett meg, hogy törölve lesz csoportból, mint én egy év alatt. Értsd, én nullát csináltam ilyet, ő pedig csinált nem tudom mennyit, 3-4-et egy nap alatt, és ezzel mi nagyon összevesztünk, hogy de hogyan képzelte ezt, szerintettől miért lesz jó a csoport. Eddig sem volt úgy nagy gond egyébként a csoporttal, de ezután szerinte jó lesz, hogyha az embereket rettegésbe tartjuk. Én azt gondolom, hogy ez az autoriter kormányzási stílus, ez pont nem a demokratikus alapokon működő Facebook csoportokra hoz való
pontosan azért, mert elrémiszt az embereket, és senki nem az, senki nem szeret, érted, egy ilyen Facebook csoport KFT-be becsatlakozni. És akkor így menjünk tovább. Mi az, ami meghatározza a csoportot? Hát a világos játékszabályok. És itt most nem csak arra gondolok, hogy le van írva, hanem arra, hogy a admin minden kommunikációjában, minden kommentjében világosan közvetíti azokat az értékeket, azt a kulturális alapot, ami mentén ő szeretné ezt a csoportot tartani. És itt a kulturális alap, a közös nevező nagyon fontos. Nem működik az, hogy lesznek kivételezettek, meg annak, akikre vonatkozik a szabály. Hány ilyen csoportot tudunk, ahol egy ponton az admin megalakította az admin és barátai KFT-t, és akkor lett egy ilyen farkas horda, akik fontosan mindig így rávetik magukat a másikra, és hogyha mondjuk az ilyen átlag user, ugye egy az 5000-ből mondhatnánk, csak így felszólal, akkor igazából az admin nem csitít, nem tompít, hanem a barátja mellé áll, a kivételezett mellé áll, és ő is belerúg egyet az átlag userbe, csak azért, mert a barátjától érdeke származik, vagy anyagi, üzleti, bármilyen reputációs előny, bármi, ami miatt neki oda kell állnia. És ezzel gyakorlatilag az admin, és az adminok 90%-a szerintem ilyen, szembe köpi saját magát, mert mindentől kezdve az ő kulturális nívója rátelepszik a csoport kulturális nívójára, amivel az a baj, hogy a kettőnek nem feltétlenül kéne ugyanannak lennie. Az nem követhető, hogy, és nem elfogadható, vannak kivételezettek, ő a haverom, ő nem. Ez nem kulturális alap. És ebben nem is következetesek általában. Mert nagyon fontos egy csoportban a következetesség. Most mondok egy nagyon jó példát, nem mondom, hogy ez egy követendő út, de például szerintem tök jól működik az ilyen IFL pénzügyi csoportomban. Megmondtam a srácoknak, hogy kulturális alapként nagyon fontos, ez ugye a szabályzatban is benne van, hogy ne csak posztolj egy linket, tehát bedobsz egy linket, aztán nézzük meg, mi lesz, hanem írjál hozzá kommentet, írjál hozzá véleményt, kérdést, tehát a saját értékedet is tedd bele, mert ezzel fogjuk a csoport minőségét magasan tartani. Tehát az, hogy te csak beposztolsz, az nem jó. És azért nem jó, mert posztolni bárki tud, de gondolkozni már kevesebben. És a gondolatok azok, amik tovább fogják építeni. És csak a gondolataitra tudok én gondolattal válaszolni. Igen ám, egyszer-egyszer mégis valaki simán beposztol a linket. Én erre nem azt csinálom, hogy szó nélkül törlöm. Nem azt csinálom, hogy akkor nyilvánosan meghurcolom az embert, hanem oda szoktam írni kommentbe, hogy szia, tök jó, hogy posztoltál, én arra kérlek, mert ezek szerint eddig tehát valószínűleg nem olvastad a szabályt, vagy nem hallottál erről, arra kérlek, hogy utólagosan írjál be hozzá gondolatot, kérdést, valamit fogalmazzál meg, ami számodra fontos, mert csak így maradhat meg a poszt, és akkor nem fogom törölni. És érdekes módon tök jól működik, és egyre ritkább az olyan eset, amikor így kommentár nélkül posztolunk. Én azt gondolom, hogy ezek azok a momentumok, amikor követhetővé válik egy csoport, a kulturális alap az egy szintre kerül, és mindenki egy szintre kerül ezzel a kulturális alappal, és innentől kezdve a csoport harmonikusan tud működni tovább. Ugye mik azok a problémák, és itt már megint az adminság, én azt gondolom, hogy az adminság maga okozza a csoportoknak a bezuhanását, a bedőlését. Ugyanis, ugye erről már beszéltem, admin létrehozza az admin és barátai KFT-t, és egy ponton már nem messze nem egy önzetlen non-profit csoportról van szó, hanem általában tényleg a haveri társaság, akivel ma a közönség találkozókon meg itt-ott-amott megismerkedtek, és igazából az admin nagyon jó szívű, következetesen jó szívű ezekkel barátai KFT tagjaival, miközben másokkal meg nagyon szigorú. Ahelyett, hogy a másokkal enyhébb lenne, és a barátaival meg szigorúbb lenne annál, mint most, hiszen a barátainak, ugye ez oda-vissza játék nekik, nyilván régi motorosoknak tudniuk kell az alapvető szabályokat, és azt gondolom, hogy ez rossz példamutatás, ez a kivételezettek országa, és ez nagyon sokan megnyilvánul. Nagyon fontos megértenünk, az adminság nem diktátor, nem diktatúra. Tehát az adminság az felelősséggel jár, és én azt gondolom, hogy egy admin sokkal kevésbé engedheti meg magának azt, hogy tiltson, banoljon, lehalkítson, megfenyegessen, betámadjon egy komment előtt. Egy adminnak viselkednie kell, tudni, ő a kulturális alapnak a hírnöke, a nagykövete. És milyen világ az, ahol igazából van a hírnökünk, aki a legnagyobb genyó az egész brigádban. Akkor mire számít csak? Ugye ez a fejétől bűzlik a hal. Tehát az adminság nem diktál,
nem diktátor. Nem élhetek vissza vele, és nem követelhetem ki a tiszteletet. Ez nagyon fontos, a tisztelet az nem az adminságért jár, hanem az adminság mögött húzódó szakmai tartalomért, a adminság mögött húzódó elvek és segítőkészségért jár. Az adminsággal ugye mi, akik csoportokat vezetünk, kapunk le egyfajta jelvényt, egy patchet, kapunk, hogy mi vagyunk az adminok. Ez az új tagoknak nyilván azt jelenti, amíg meg nem ismernek minket, hogy igen, ő ennek a témának valamilyen szinten szakértője lehet, hisz akkor nem hozott van létre ilyen csoportot. Tehát már megvan egy megelőlegezett bizalom, de ez nem egyelő a tisztelettel. A megelőlegezett bizalommal élni kell, bizonyítani kell folyamatosan azt, hogy igen, megérdemeljük, és aztán majd ez vagy tiszteletté alakul, vagy nem. És semmi gond nincsen azzal, hogyha nem tisztelnek. Mármint most így nyilván gond van ezzel, de azzal semmi gond nincs, hogyha valaki ellenkezik veled. Például velem előfordul, hogy szoktak ott megmondani, de értelmes kultúrát formába, hogy nem ért velem egyet, mert. És ilyenkor egy értelmes diskurzus kezd kialakulni. Nem hisztizek, nem csapkodok jobbra-balra, nem tiltom ki, nem fenyegetem meg a másikat, mert hogy merészelsz velem nem egyet érteni, hanem én is érvelek. És egy ponton, ha a beszélgetésünk nem tud tovább haladni értelmesen, mert hogy már kifogytunk az érvekből, akkor általában megegyezünk egy békés döntetlenbe, egy gentleman agreementbe, hogy figyelj, máshogy gondoljuk, de ezzel semmi gond nincsen. És a komment folyamunkból is tudott más is tanulni. Mindenki leszűri magának a tanulságot. És ennyi történt az egész sztoriba. Nagyon fontos, tehát nem élek vissza azzal a hatalommal. Egy dolog, egy előnye jár az adminság, amért általában nem jár pénz, hogy az admin megengedheti magának azt, hogy bizonyos észszerű határokon belül, mondjuk egyszer-egyszer, vagy mit tudom, milyen gyakran, releváns posztokat rakjon be, ami talán hirdetésnek minősülhet, ahol a saját kis üzletét hirdeti. Nyilván itt érezni kell a egyensúlyt, hogy ne hirdessünk túl, nem válhat a csoport a saját személyes hirdetési felületemmé. Ez az egy előnye, én azt gondolom, ahol picit, ugye minden szennek maga fele hajlik a keze, lehetséges elhajlani attól, hogy viszont az admin határozza meg, hogy milyen reklámokat enged be, kiket enged be. Így jegyzem meg, hogy nagyon fontos itt is következetesnek lenni szerintem. És nem szabad reklámokat beengedni, ha meg beengedsz reklámot, annak nagyon jónak kell lennie. Tehát az nagyon kevés, hogy csak egy hirdetést beengedsz. Annak jónak kellene, annak segítenie kell az embereknek, és a csoportomnak a legit problémáit kell megoldani azon a területen, amivel mi foglalkozunk, amiről a csoport is szól. Tehát például a pénzügyi csoportom elég hülyén néznek ki, hogyha állatorvost hirdetnék állatorvosi kedvezményekkel. Semmi értelme nem lenne, tehát itt nagyon fontos az észszerűségnek a betartása. Több csoportban látom, hogy ezt nem igazán tartják be, hanem orba szájba megy a marketing, a hirdetés, és elég bénácskán. Jó. És akkor itt megemlítenék egy-két szerintem nagyon jól működő Facebook csoportot. Az egyik a Jurgovszki Gábor Csurgának ő volt az egyik, aki felépítette többet magával a WordPress csoportot. Ez most nem akarok hazudni. Azt hiszem ez egy ilyen 30 000 fős csoport, de segítsetek, most nem néztem utána. Nagyon nagy csoport, és figyelj, öröm oda járni, öröm ott lenni. Néha van egy-egy konfliktus, néha valaki kiakad, de öröm, ilyen létszámnál ez elvárható, de nincsenek alapvetően nagy trollkodások, az emberek segítik egymást, ha kérdez valaki a problémájára, általában azért kap megoldást is, nem csak bántást, és ennek azért az oka, hogy Csurgáék nagyon szépen, és azért is említem meg, mert meg a Facebook csoportomnak is a tagja, meg én ismerem, tehát így akkor ugye hazabeszélek valamilyen szinten. Tehát például náluk ez nagyon jól működik, és azért lehetséges, mert Csurga mindig, meg a többi admin indokol. Van egy kulturális alap, amit létrehoztak, és indokol, elmondják tök értelmesen, hogy figyelj, ezek a játékszabályok, ezt létszi ne, vagy ezt igen. És mellette aktívan részt vesznek a csoport életébe, és nem csak kiskirályoskodnak, hanem normális választ adnak. Sőt, egyáltalán nem kiskirályoskodnak. És ettől jó érzés oda menni. A másik egyébként a nemrég fedeztem fel a Kalmár kantint, ugye a Csorba Dániellel, nem tudom, csupa C betű. Én is átmegyek Csorbiba, ugye Norbi helyett, vagy Csarvas Norbi, és akkor én is a Csékhez csatlakozok.
ugye szó vicc, de ott is, figyelj, tök jó érzés. Ott néha kicsit vadabb a dolog, néha úgy bele megbántják egymást egy-egy tag, ugye, de figyelj, most egy ingatlanos csoportban mit vársz, ilyen az a pop szakma. De végső soron jó érzés oda is menni. És ellenben most nem fogok említeni csoportokat, de ebből sokkal több van sajnos, ahova meg már gyűlölök. Leiratkoztam, vagy kidobtak éppen. Gyűlölök, mert folyamatosan a bántás, a kiskirályoskodás ment. És ez nem jó. És ugye sok ilyen üzleti csoportról tudok. Ugye vállalkozói csoportok például, van egy pár. Tehát én azt gondolom, hogy nagyjából ez az, ami miatt jól működhet egy csoport, az még egyszer a kulturális alap, az admin identitása és a következetesség. És az, hogy normálisan kell viselkedni. És hogyha valaki ebből a normalitásból kilép, akkor azt nem megkövezni kell, hanem segíteni kell neki visszatérni, és világosan, folyamatosan ugyanazt közvetíteni, hogy követhetővé váljanak azok az elvárások, amiket egyébként te, mint admin, támasztasz a csoportoddal szembe. Na, írd meg kommentbe, hogy te mit gondolsz, miért szeretsz egy csoportot, és miért utálsz egy csoportot, te hogyan tapasztalod ezt az egészet. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, mert ingyen van, és a YouTube-nak, YouTube algoritmust is megkajáltatjuk. Hogyha tudok neked segíteni, van be e-mail lent, ha szeretnél emelt szintű tartalmat, Patreon lent, link tudsz jönni, illetve hát ugye a saját IFL Facebook csoportom is tudsz csatlakozni. Nézd meg, hogy a gyakorlatban én ezt hogyan valósítom meg. Szép napot, sziasztok!